Ellopták Szolnok egyik városrészének karácsonyfáját. Mint kiderült, a pletyka falusi Grincs nem jutott messzire feldíszített zsákmányával. Néhány méterre a tett helyszínétől elfogták. Egy ide a vízért jövő rendőr karjaiba futott, aki éppen vizet vett fel itt az Ártézik úton este 10 órakor. Tehát szerencse a szerencsétlenségben, hogy egy olyan emberrel találkozott, aki tudta, hogy mit kell tenni ebben a helyzetben, úgyhogy így meg is lett a fa is, és az elkövető is. A helyiek felháborodtak az eseten. Ez nagyon csúnya dolog, hogy lehet ilyeneket, de már mindent megcsinálnak. A rendkívüli esettel kapcsolatban a Jászhegyen Szolnok vármegyei rendőrfőkapitánysághoz fordultunk, hogy megtudjuk, mi történt a helyszínen. A helyi lakos épp a 3 méter hosszú, feldíszített fenyőt húzta maga után az utcán, amikor egy szabadnapos rendőrbe botlott. Kollégánk szolgálatba helyezte magát, elszámoltatta a férfit, majd az időközben kiérkező munkatársával együtt előállították a fiatalt a szolnoki rendőrkapitányságra, ahol tulajdon elleni szabálysértés miatt meghallgatták. Mint megtudtuk, az önjelölt Grincs ellen eljárás indult.